Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez a Bakancslista a Kultúrral. Az én nevem Varga Gábor. Én pedig Csúsz Balázs vagyok. Mindketten a kultúr.sk utazásiroda társtulajdonosai vagyunk, egyúttal honismereti vezetők és túraszervezők. Turisztikai magazinunk nem titkolt célja, hogy felkeltsük a kedves hallgatók érdeklődését Gömör és Nógrád legszebb és legcsodálatosabb helyszínei iránt. Kérjük, tartsanak velünk! Mai adásunkban egy 380 lelket számláló, Magyarországon egyedülálló, a világörökség listáján szereplő kis faluba visszük el önöket. Ez a kis falucska Cserhátban fekszik, több mint 100 éves házacskáiról ismert, de cseppet sem hasonlít egy skanzenre vagy múzeumra, sőt elevenebb, mint néhány kisváros, s úgy őrzi hagyományai, tartását, méltóságát, hogy egész Magyarországon nincsen párja. Ez a kis falu pedig nem más, mint Nógrád gyönceme, Hollókő, amely a Novohrad-Nógrád UNESCO globális geopark települése. A Széchenytől nem messze fekvő Palot zsákfalu határában nagy fekete holló jelzi, hogy jó helyen járunk. A település szívében álló fatornyos, zsindejtetős katolikus templom, amely a falu emblematikus épülete, a körülötte elhelyezkedő keskeny telkeken sorakozó jellegzetes, fehérre meszelt, tornászos, deszkamelvédes, kontyos palóc parasztházak, amelyek az 1909-es tűzvész után kapták mai formájukat, ámulatba ejtenek minden ide érkező vendéget. Néhányokban kézműves műhelyek, múzeumok, bemutatóházak kaptak helyet. Ezeket nem csak megtekinteni lehet és szabad, hanem ki is lehet próbálni a kiállítási tárgyakat. Kipróbálhatjuk a fazekasságot vagy a szövést, de akad olyan épület is, amelyikben megszállhatunk az eredeti bútorok között. A vendégházakban a falu történeteit betéve tudó nénikék vagy családok invitálnak asztalukhoz, belekóstolhatunk a hamisítatlan palóc ízekbe, megtapasztalva, milyen az eredeti palócleves, tócsnyi vagy a görhe. Az ideutazás része a sok néphagyományhoz kapcsolódó rendezvény is, amelyeket nagy örömmel ünnepel meg a falu apraja nagyja, felöltve a máig őrzött híres palóc népviseletet. Különleges élmény az összeszokott kis közösség életének a része lenni még akár csak egy napra is. A falu története 13. századig nyúlik vissza, de mivel a korabeli oklevelek jobbára csak a falu mellett álló Hollókővárat említik, a faluról a középkorból pusztán az a tény ismert, hogy már a 14. század első felében egyházas hely volt. A török időkben sok más településhez hasonlóan Hollókő is elnéptelenedett. De újra telepítése hamarosan megtörténhetett, hiszen 1720-ban már nemes községként szerepelt. A településen többször pusztított tűzvész, mivel a házakat fából építették, alapozás nélkül, és könnyen gyulladó zsúbtetővel fették, a szabad tűzhelyek pedig kémény helyet csak füstlyukakon szellőztették. Az 1909-es nagy tűzvész jelentette a fordulópontot. Az immár vályog falu házakat kőlapra emelték, és szarufás tetőszerkezettel, cserépzsindellyel fették, megőrizve az eredeti formájukat. A század elő hangulatát, az ősi palóc népi építészeti stílus emlékeit, magánviselő ófalu 1911-re nyerte el mai arculatát. Az ófalu 67 védett mesebeli házacskáját 1987 óta az UNESCO is jegyzi. Magyarországon elsőként került fel a világ legértékesebb örökségeit felsoroló listára. Ráadásul az első falu volt az egész világon, amely kiérdemelte ezt a címet. A legfontosabb feltételnek, azaz az egyedi és egyetemes jelentőségnek Hollókő azzal tette eleget, hogy a 17.-18. században kialakított falu, a népi építészet és a 20. századot megelőző falusi élet olyan páratlan példája, amelyet sikerült eredeti állapotában megőrizni. Hollókő napjainkra sem bált szabadtéri múzeummal, mint máig élő, lakott település. Hagyományőrző lakói a legtöbb épületet most is eredeti rendeltetésének megfelelően használják. A község két részből áll, az ófaluból és az újfaluból. Mint már említettük, az ófalu 1909-ben teljesen leégett, de azt a tűzvész után teljes egészében rekonstruálták, mára pedig már az UNESCO védettsége alatt áll.
Hallókő házai egyetlen út mentén épültek meg. Alapanyaguk túlnyomó részt kő. Mindegyik több szobával rendelkezik, melyek egymás mögött helyezkednek el, úgy mint hálószoba, konyha és a kamra. A tetők oromzattal díszítettek. A faluban lévő 67 ház közül több múzeumként funkcionál, hisz találunk itt falumúzeumot, guzsajast, kézműves nyomdaműhelyt, az oskolamesterházát, Palózbaba múzeumot, postamúzeumot és az úgynevezett szacsingost. Rendelkezik katolikus templommal és egy gyönyörű várommal, azaz Hollókővárával, melyet a 13. században kezdtek építeni. Hát nem semmi ez a falu, azt meg kell hagyni. Most egy kis szünetet tartunk, hogy a rövid reklám és a legjobb magyar dalok után folytathassuk magazinunkat, a Bakancslistát a kultúrral, ahol közösen kutatjuk fel az ezer éves vármegyék történelmi és természeti kincseit. A rövid reklám és a legjobb magyar dolog után folytatjuk turisztikai magazinunkat, a Bakancslistát a kultúrral. Mai témánk Hollókő csodás települése, az első olyan falu a világon, amely felkerült a világörökség listájára. Az eddig elhangzottakban a települést és annak rövid történetét próbáltuk meg bemutatni. Az elkövetkező percekben pedig Hollókő váránál folytatnánk, annak történetével s hozzáfűződő legendákkal. Hollókőhöz közeledvén már messziről megpillanthatjuk a falu fölé magasodó, a vidék nyugalmát büszkén vigyázó 13. századi várat. Története egyszerre zaklatott és legendás, akár egy mese megelevenedő helyszíne is lehetne. Bármerre járunk Hollókő környékén, a település híressége a szikla csúcsára épített vár egyszer itt, másszor ott bukkan fel előttünk. Kanyargós-cserháti utakon járva, Zsunyapuszta környéken, Rimócra, Varsányba tartva is megpillanthatjuk az ömök sziklaerődítményt. Messziről persze legkisebb köd is elrejtheti, sőt könnyen eltüntetheti a reggeli pára is, mintha földön túli misztikus játékot játszanának az emberrel a tulajdon érzékszervei. Talán van is a dologban valami. A vár legendájából származik a falu neve is. A vár keletkezésének eredetmondája szerint ugyanis élt valaha környéken egy András nevű nagyúr, a híres Kacsics família egyik tagja. András egyszer elrabolta valamelyik szomszéd fölbítrokos szépséges feleségét, és az akkor épülő vár egyik szobájába zárta. A kőművesek még dolgoztak az erődítményen, s napközben mindig fel is rakták az asszony börtönének falait, a kövek azonban mindig eltűntek reggelre. A szép asszonynak ugyanis volt egy boszorkány dájkája, aki szövetségre lépett az ördöggel. Közben járására az ördögfiókák kijelente Hollók képében elhordták az építőkövet, és ezt mindaddig, amíg az asszony ki nem szabadult. A mese szerint az ördögökről, azaz Hollókról kapta nevét a falu és a vár. Egy hasonló monda szerint egy gőgös nemes úr kezdte el építeni a várat a hegytetőn. Még nem volt vele készen, amikor asszonyt rabolt magának, és felvitte a félkész várba. Azonban az asszonynak volt két idomított hollója, és ezek éjszakánként elrabolták a köveket, amiket a kőművesek nappal felraktak. A vár csak akkor épült fel, amikor a rabságban tartott asszony visszakapta a szabadságát. De Hollókői várat a Kacsics nemzetség illéságának tagjai a tatárjárás után kezdték építeni a falu melletti sziklára. Az öreg torony alsó szintjét Kacsics András valószínűleg még a tatárjárás előtt emelte. Az erődítményt az évszázadok során fokozatosan bővítették. Falszorosok, bástyák, lakóhelyiségek és ciszternák épültek az eredetileg 13. századi falakhoz. A kacsicsok a 14. század elején kitört belháborúban kénytelenek voltak meghódolni Csák Máté tartományúr előtt. A továbbiakban pedig őt szolgálták fegyverükkel. A Rozgonyi csata után 1313-ban az országot lassan ismét egységes állammá formáló első Károly magyar király kedvelt hívének, a szintén Kacsics nembéli Széchenyi Tamásnak adományozta, és valószínűleg Széchenyi Tamás bővítette először a várat a 14. század közepén.
Lakótornyot fallal vették körül, megépítették a toronytól nyugatra és északra lévő palota első két szintjét és a vízgyűjtőt. A következő évszázadokban az ő utódai birtokolták a hollókői vár uradalmat. A 15. század elején a vár Széchény, Salgó és Csővárral együtt a huszitáké lett. Maga Iszkra János a várban egyezkedett Hont és Nógrád megye küldötteivel. 1455-ben, fiú örökösök hiányában, Széchenyi László vejeinek Kuti ország Mihálynak és Losonci Albertnek zálogosította el vagyonát. Benne Hollókő várában. A 15. század végén és a 16. század elején a losonciak és guti országok jelentősen átalakították a várat. Az ötszögletes lakótorony és palota együttesét kibővítették a külső várral, ahol helyet kapott az istállók és raktárak sora. Miután a török 1541-ben elfoglalta Budavárát, egyre nagyobb veszélybe kerültek a nógrádi várak is, melyeket a Habsburg hadvezetés beletagolt a királyi végvárrendszerbe. A várfalai között állomásozó helyőrség feladata volt megakadályozni a rabró polcsáikra induló török lovas csapatok betörését a környező jobbágy falvakba. De csekély létszámuk miatt ezt csak nehezen tudták végrehajtani. A nógrádi várakat Ali Budai Pasa az 1552-es hadjáratában sorra elfoglalta. Közéjük tartozott Hollókő is, melynek védői a hatalmas sereg közelettére ellenállást nem tanúsítva menekültek posztjukról. A királyi seregek csak 1593 őszén vették vissza, ágyúlövés nélkül. Ekkor pedig a török csapat futamodott meg belőle. A katonai jelentőségét már elvesztett kicsiny végvárat 1663-tól 20 esztendeig ismét a törökök tartották hatalmukban. Később, 1683-ban, mikor a törökök döntő vereséget szenvedtek Bécs városa alatt, a felmentésből hazafelé tartó Szobieszki János lengyel király csapatai szabadították fel, véglegesen a pogányok hatalma alól. 1711-ben az ország békéjére és az ország nehéz anyagi helyzetére tekintettem. A vár bejáratait, hídját, a külső várudvar szakaszait elbontották. Így a vár elkerülte a teljes lerombolását. A következő évszázadokban az időjárás vasfoga, párosulva a lakossági bontásokkal, erősen megkoptatta falait. 1718-ban már romként említették. A birtok a 18. század elején a forgácsok kezébe került, majd 1860-ban a Pulszki család vásárolta meg. Omladékai között egy ideig a környék szegényei laktak. Bár az elmúlt 200 évben falainak egy részét építőanyagnak elhordták, még így is Hollókő a megye legépebben megmaradt, a középkori építkezés jegyeit is tükröző vára. Pusztulásának csak az 1966 és 69 közötti régészeti feltárás és helyreállítás vetett véget. 1970-ben kezdték restaurálni. A vár és a község környékét 1977-ben tájvédelmi körzetté nyilvánították. A vár 1996 óta látogatható, hosszú, 30 éves felújítási munkálatok után, így jelenleg a Hollókői vár a környező vidék legépebb középkori vára. A domtetőre keskeny út vezet az ófaluból, kellemes sétával megközelíthető. A külső várudvaron, ahol csak felvonó hídon lehetett egykor bejutni, sok kincskeresőt vonzott egykor a sziklába vagy ciszterna, ahová monda szerint Csák Máté és a törökök is sok kincset rejtettek el. A várba 2003 óta visszaköltözött az élet. A Szent László lovagrend tagjai korhű ruhákban várják a turistákat. Ki lehet próbálni a középkorban használt fegyvereket. Megismerhetik az íj, a szerszámbi, a hajítóbart, de akár a láncsa használatát is. A vár vastag hűvös falai között a vár első urát és családját bemutató panoptikum, egy a 11-16. Századból származó fegyvereket kiállító fegyverterem, és egy meghitt hangulatú várkápolna várja a látogatókat. De a legizgalmasabb mégis az a kilátás, amely a toronyba felkapaszkodva elénk tárul, a cserhátlankáival és a falu kedves panorámájával.
A vár tavasztól őszig impozáns és lenyűgöző kulisszát nyújt különféle rendezvényekhez, várjátékokhoz és koncertekhez. Most pedig egy kis szünetet tartunk, hogy rövid reklám és a legjobb magyar dalok után folytassuk magazinunkat, a Bakancslistát a kultúrral, ahol közösen kutatjuk fel az ezer éves vármegyék történelmi és természeti kincseit. Rövid reklám és a legjobb magyar dalok után folytatjuk turisztikai magazinunkat, a Bakancslistát a kultúrral. Mai témánk Hollókő csodás települése, az első olyan falu a világon, amely felkerült a világörökség listájára. A következő percekben pedig Hollókőn a mai napig élő hagyományokkal, népviselettel és a helyi programok bemutatásával folytatjuk. A hagyományok akkor a legszebbek, amikor szívből jönnek. Amikor nem csak kényszerből tartjuk be őket, hanem annyira részei hétköznapoknak, mint egy szelet puha sózott kenyér, amit előszeretettel falatoznak errefelé, vagy egy jól eső elégedett nyújtózás ébredés után. Körülbelül ennyire része Hollókő és lakosai életének az a sok tradíció, amit őriznek és adnak át generációról generációra. A faluban többféle kézművességnek is hagyománya van. Az ófaluban a fazekasság, de akár a szövés mesterségét is megismerhetik és elsajátíthatják a látogatók. Fontos része a hagyománynak a gasztronómia is. A palócízeknek sokan a csodájára járnak és próbálják recept formájában magukkal vinni ezt a megízlelhető élményt. A palóclevest, a strapacskát, a tócsnyit, a kemencében sült kenyérlángost, a túrós lepényt és a házi húzott réteseket, na meg a mindenki nagy kedvencének számító teljes pitét, a görhét. Hamisítatlan, évszázados anyáról lányára hagyományozott, receptúra alapján készítik, a tűzhelyeken, úgyhogy egy palóc családnal ebédelni tényleg élmény számba megy. De ha hagyományokat emlegetjük, a népszokásokat sem hagyhatjuk ki, amelyekből bizony akad jó néhány. A húsvétolás, melyre több ezren látogatnak el rendszeresen, aztán a bornapok, a pünkösd, a szüreti felvonulás, a betekarítás ünnepei, a sok vallási ünnep és körmenet. Hiába ezek a hollókőiek tudnak élni, szinte minden hónapra találnak egy-egy nyomós okot az ünneplésre. Hollókő egyik legizgalmasabb sajátossága népviselete, amit nem csak az idősebbek költenek magukra előszeretettel, elsősorban az ünnepek alkalmával, például húsvétkor vagy pünkoskor, hanem a fiatalok is, akár családi eseményekre vagy esküvőkre is. A férfiakra szűk fekete nadrág és csizma, gyolcsing, a derekukra szallag, a fejükre fekete pörgekalap kerül ilyenkor. A nőkre pedig megszámálhatatlan díszes szoknya. Régen a hétköznapokban ugyancsak kettőt hordtak, de ünneknapokon 7-8 alsó szoknya is került a szép sejem vagy kasmír szoknya alá. Sőt, a lányok a vasalt alsó szoknyából akár 15-20-at is magukra húztak. A szoknyák fölé általában gazdagon hímzett sejem kötényke, úgynevezett szakácska. Felőre csipke ingvál és díszes rojtokkal szegélyezett válkendő is dukált. A lányok pántlikát viseltek várkocsba kötött hajukban, az asszonyok pedig gyöngyös főkötő fölött rojtos sejem kendőt. A nők lábán lakkos csizma tette teljessé az öltözéket. Ezeket a faluban látogatók, jó ízű nevetések közepette, maguk is felpróbálhatják. Pontosan ugyanúgy, ahogyan azt már évszázadok óta teszik a helybeliek. És végezetül hadd említsük meg Hollókő természeti környezetét. Mint már említettük, Hollókő a Cserhát-hegységben található, de a Cserhát nevében is megjelenő cserfára ma már igen ritkán bukkanhatunk a hegység erdeiben. A legelterjedtebb a tölgyfa, illetve ennek különböző fajtái a kocsánytalan, a molyhos és a csertölgy. Kevés vörös tölgy is akad ezen a vidéken, valamint gyercsán és juhar. Mint ültetett kultúrák vannak jelen a lucfenyvesek és akácosok. A kocsánytalan tölgy erdők legelterjedtebb bajnövényzete, a sátoros margit virág, a barackleveli harangvirág, vagy a tavaszi galaj. A sziklás andezit hegyek déli lejtőjén főleg mohos tölgyek,
húsosom és bokorerdők tenyésznek, az északi lejtőket viszont a kocsánytalan tölgyek foglalják el. A völgyek és lankás lejtők gyertyános tölgyesei gombákban igen gazdag területek. Itt nő például a rókagomba, tinorú, vagy a királyvargánya. A völgyekben és irtástereken nyílik a réti csenkesz, az illatos borjúpázsit, a gólyaor és az őszi kikerics. Hollókő határát legelők, gyertyánok, tölgyfélék és juharfák teszik változatossá. Az aljnövényzet jellemzői pedig a csipkerózsa, a galagonya, a som vagy a kökény. A Cserhát erdeiben megtalálhatóak olyan nagyvadak, mint a szarvas, az őz vagy a vaddisznó, de sok a róka, borz, görény, menyét, és él itt erdei és magyaros pele is. A térség madárvilága is igen gazdag, gyakran találkozhatunk itt vércsével, öjvel, néha még sassal is. Az erdők lakói az erdei és füles baglyok, valamint különböző rigó, cinege és pacsirtafajok, harkályok és kakukkok. Az országos kék túra útvonala is érinti Hollókőt, mely 15 kilométeres szakaszon a hollókői tájvédelmi körzeten vezet keresztül. A vártanösvényt végigjárva megismerkedhetünk a környék növény- és állatvilágával. A kékkel jelölt turistaösvény hossza 4,5 kilométer, amit másfél óra alatt megtehetünk. A falut körbe ölelő legelők és a 141 hektáros hollókői tájvédelmi körzet kocogások, meghitséták kedvelt helyszíne, de a környéken számos további kirándulási lehetőség is kínálkozik. Izgalmas örökséget rejt a Hollókő patak völgye. Itt a mosótavak és a kenderáztató tavak, illetve a Várhely déli oldalán húzódó völgyben a parasztfürdő maradványai idézik fel az itt élők egykori hétköznapjait. Hollókőn eltölteni néhány napot nem egyszerű pihenés, hanem életforma. Télen a lábunk alatt ropog a hó, tavasszal az éledő természet színei, nyáron a langyos estékben felragyogó csillagos égbolt és a tücsök mozsika, ősszel a nyírkos estén magasba szálló kályhafüst illata, a csend, a természet hangjai teszik olyan szépé az életet, Hollókőn. Na meg a helyiek vendégszeretete. Nem is csoda, hogy az itt élők, idősek és fiatalok is ragaszkodnak ehhez a békéhez. Reméljük, hogy felkeltettük az érdeklődésüket, és örömmel keresik fel szülőföldünk, Gömör és Nógrád kulturális és természeti nevezetességeit. Ha segítségükre lehetünk, keressenek minket a www.kultur.sk honlapon. Ez a bakancslista a Kultúra című turisztikai magazinunk volt, melyet minden csütörtökön este 8 órától hallhatnak, és visszahallgatható minden pénteken délelőtt 11 órától a Gömör-Nógrád rádió műsorában, illetve az archívumunkban. Az én nevem Csúsz Balázs. Én pedig Varga Gábor voltam. További szép napot kívánunk!